annyi hatása biztos, hogy volt a Bálint Ágnesnek az ön életére, hogy például a televíziózáshoz, mint olyanhoz nagyon közel került. Hát olyan értelme kerültem közel, hogy filmszerkesztő voltam, vagy 32 évig, és imádtam, meg kell, hogy mondjam, nagyon jó foglalkozás, nagyon szerettem. Mit kell csinálni egy filmszerkesztőnek? Hát meg kell, akkor még nem tudom most, hogy van, mert most már egy ideje nyugdíjas vagyok, de akkor még válogattuk a filmeket, lehet, hogy most már vásárolni is kell. Azokat be kell hozatni, tehát vagy bemutatókazetta alapján, vagy kinti filmvásárokon, fesztiválokon veszi az ember. Tehát például mondjuk Cannes-ból is haza lehet hozni Cannes-ból, így filmeket? Igen. Hát nem konkrétan, szóval ott lehet megnézni, és akkor az ember azt mondja, itthon, na, akkor ezt vegyük meg, és ha rábólint a főszerkesztő vagy a gazdasági, akkor megveszünk. Akkor azt el kell küldeni szinkronizáltatni, vagy netán feliratoztatni, és utána műsorba kell állítani megfelelő helyre, nem mindegy, hogy milyen sávban, milyen műsor, milyen sávban való. Szóval nagyon szép munka, és akkor promotálni kell, újságba hirdetni, hogy akkor ez a film most akkor megy, és ilyen jó, és olyan jó sorozatokat lehet csinálni. Tehát például a leírásokat is a filmszerkesztők végzik, amikor mondjuk én kinyitok egy televíziós újságot, és abban rövid leírást látok mondjuk igen. Egy filmről, vagy akár egy sorozatnak igen. Az epizódjáról, az szintén a filmszerkesztő. Ezt a újságtól is függ, nem tudom igazán, mondom, amikor én dolgoztam, akkor még így volt, akkor hozzátartozott persze, és akkor a rádióságba lehetett írni bevezetőket a sorozatokhoz, mikor valaki összeállított sorozatot, Alendalon, Belmondó, meg ilyenek. És egy egészen váratlan kérdés következik. A mai napig bezárólag azért ön szokott megnézni rajzfilmeket, mesefilmeket, vagy akár bábfilmeket? Most arra vagyok igazából kíváncsi, hogy akinél ilyen magasra rakják a minőségi lécet, úgymond. Tehát amiket a Bálint Ágnes megfogalmazott, azok tényleg egy országot derítettek jókedvre. Hogyan nézi a mai mesefilmeket, a mai rajzfilmeket? Önnek milyen érzései vannak, hogy mennyiben változott ez a szakma? Hát szakmailag nem tudom megmondani, azt látom, hát egyrészt nagyon kevés Magyarországban, mert borzasztó drága egy rajzfilmet összeállítani. A múltkor még világhírű stúdiók is tönkre mennek, mint például a Varga stúdió. Igen. A múltkor már úgy volt, hogy lesz a MTV-be, az Elvirázsló Egér kisasszony volt, tehát az ő első regényéből lesz egy sorozat, aztán végül is az is leállt, abból se lett semmi, mert eszelős pénz. És hát most vagy ezért, vagy nem ezért, minden esetre nagyon sok a vásárolt rajzfilm, és azon belül hát ahogy megy a világ, másfele megy, mint ami még a, mondjuk az én koromban, vagy az édesanyám korában volt az etalon, és volt a minőség. Most már kevésbé anyagilag se engedhetik meg maguknak, és úgy látszik nincs is igény a minőségre. Tehát a mai rajzfilmek közül elég keveset nézek, mondjuk nem is igazán nézem, a Garfieldot szerettem, vagy szeretem, ha van. De ezeket a teljes mértékben ázsiai típusú, ekkora szemű, mert ugye neki kicsi a szemük, és ezért akkora szemű figurákat rajzolnak, hogy az egész arcuk csak szem. Tehát az anime és világ, mint olyan. Igen. Bár ez furcsa, mert nálunk a családon belül, ahol a húgomnak és a nővéremnek is van már kisfia és kislánya, egyszer arról beszélgettünk a nagymamával, az édesanyánka, hogy mennyire nem bírja ezeket a mindenfajta lövöldözőseket. Igen. És a húgom volt az, aki annyiban megvédte ezeket az anime rajzfilmeket, hogy bármilyen furcsa, még akkor is, hogyha mondjuk robbantanak benne, és a harci tankok igáznak le mondjuk egy várost, vagy rombolják porik, hogy bármilyen furcsa, de még így is, és itt is a főhősök amúgy pozitív emberek, és minden egyes epizódnak is van erkölcsi tanúsága, talán a világot. Megmentjük a világot, illetve hogy a gonosz elnyeri a méltó jutalmat, és próbált egy kicsit engedékenyebb lenni a gyerek felé. Szerintem, hogy elnyeli, aztán ha így folytatjuk, akkor nem sokára nem fogja elnyelni. Na mindegy, szóval azért lehet, hogy ebbe igazuk van, és a húgának is igaza volt, viszont azt hiszem, hogy pszichológia viszont nincs ezekben, az hétszentség. Tehát ez a Csillagok háborúja kaptafára megy. Gyakorlatilag, ami nem baj, csak nem igazán vannak egyénítve a hősök. Tehát semmi különleges tulajdonságok, csak ő a szuperhős, aki megmenti a világot. Azt tudnunk kell, hogy Japánban például kifejezetten imádják a magyar rajzfilm karaktereket, vagy a magyar mesefigurákat. Tehát nem egy írónk és költőnk kint ért el igazi sikereket. Eléggé szeretik a magyar művészetnek a mindenféle ágát, tehát a zenétől kezdve mindegyiket. Őnek is megjelent, kérték, hogy jelenjen meg könyve Japánba, és Reich Károly rajzaival jelenjen meg, mert azt szerették, azt a könyvet, amiben Reich Károly illusztrált. Úgyhogy
Igen. Illetve a Wurz Ádám is egy ekkora karriert futott be Japánban, ahol szintén nagyon szerették azt, ahogy ő az ott, és ezzel vissza is kanyarodunk azokhoz a... Azt hiszem, hogy méltán emlegethetjük a Bálint Ágnest ezek között, az emberek között, akik, akiket a világon máshol is nagyon szívesen olvastak, néztek, és egyúttal vissza is kanyarodnék ahhoz, hogy ha már konkrétan nincs is köze a televíziózáshoz, mégis ezt a fajta életművet úgymond azért mégiscsak gondozni kell, vagy ahogy a mi esetünk is igazolja, erre a mai napig kíváncsiak az emberek, hogy, hogy mit lehet tudni egy nagy történetíróról, egy nagy meseíróról. Hát gondozni kell, igen, és ez most derült ki nekünk, ahogy szegényként meghalt, mert most gyakorlatilag rengeteg minden dolog van ő vele, illetve hát a hagyatékával, a szellemi hagyatékával. Most például azt tervezzük, hogy létrehozunk egy alapítványt, egy Bálint Ágnes alapítványt, és megpróbáljuk felújítatni az ő házát, ami sajnos elég romos állapotban van, mert akkor szeretnénk berendezni egy emlékházat. Csak ezzel olyan probléma van, hogy hát anyagi probléma van természetesen, de amúgy is olyan probléma van, hogy nincs a magángyűjteményekre normális szabály. És ez nem csak én, nem csak mi futunk ebbe benne, bele a húgommal, hanem olvasom újságban, hogy más magángyűjtemények is, hogy gyakorlatilag nagyon nagy a megkötöttség, mert ugye a szabály az a 99%-os önkormányzati meg állami gyűjteményekről szól, ahol ugye mindent le kell írni egy leltárba, és gyakorlatilag majdnem, hogy átadni az államnak, nem teljesen, de mégis azért felügyeletre. Na most, ha az ember magán emlékházat, múzeumot, valamit akar csinálni, akkor viszont nincs segítség hozzá. Akkor nem teheti ezt meg, hogy gyakorlatilag az államra bízza a saját dolgát, és akkor viszont, ha nincs engedélye, akkor egy fillért nem kaphat, tehát pályázni se tudunk. Úgyhogy nem tudom, ez a dolog hogy lesz meg. Én nagyon szeretném, maradt után egy csomó minden, amit szívesen bemutatnánk gyerekeknek, akár felnőtteknek is, majd meglátjuk, most gyűjtjük a pénzt egyelőre. Bálint Ágnesről nyilván mindenki azt tudja, hogy Budapesten vált ismerté és híressé a magyar televízióban, de Bálint Ágnesnek van vecsési kötődése is. Hát sőt, 1947-ben költöztünk ki, mikor én két éves, nem, de igen, én két éves voltam, a húgom meg akkor született, Pestről a Tompa utcából költöztek ki a szüleim Vecsésre, és egészen 47-től 2008 őszéig itt élt, tehát abszolút volt vecsési kötődése. Az igaz, hogy miután be kellett járni a Pestre a MTV-be, a Szabadság térre, az nem volt neki könnyű, mert kezdetben még a vonatok ugye borzasztó késtek, hosszú volt a menetidő. A legelején még, amikor bejárt, bár akkor aztán még nem a televízióba, akkor még marhavagonokon is utazott, tehát nagyon kalandos alkalmakkor. Ezért elég sok ideje elment avval, hogy közlekednie kellett, tehát különösebben Vecsésre nem volt annyira nagyon sok ideje, bár emlékszem gyerekkorunkban még az óvodába például karácsonyra, meg Mikulásra csinált ilyen ki, mert ő nagyon jót ott rajzolni, mert rajzot is tanult, és akkor kis figurákat vágott ki, és emlékszem, hogy aranyozta, és én is úgy szerettem volna aranyozni vele, de nem lehetett, mert az óvodának volt előkészítve. Tehát annyira nem tudott nagyon részt venni a város életébe, de elméletileg igen, nagyon kötődött hozzá. És aztán, hát... Bocsánat, díszpolgára lett, mert Vecsés is nagyon, Vecsés viszont nagyon megbecsülte őt, díszpolgársággal tüntette ki. És most a halála után ezt a bizonyos óvodát, ahol mi is jártunk, és az unokái is oda jártak, tehát az egész család hosszú távon oda járt több generációba, azt átnevezik Bálint Ágnes óvodának. És ennek nagyon örültünk, és nagyon köszönjük. Még az sem biztos amúgy, hogy nem örülhetünk neki, hogy annak idején olyan nehéz volt Vecsésről bejárni, végre lehet, hogy egy csomó történet, illetve egy csomó karakter ott született mondjuk a vonatúton, amíg be kellett zögykülödni Pestre. Konkrét könyv is van a Tündér a vonaton, ami az ő vasúti élményein közben született. Tehát abszolút így igaz, és embereket is, karaktereket is talált. Én a magam részéről nagyon remélem, hogy magán adakozásból is össze tud jönni, vagy magángyűjtésből is ez a bizonyos Bálint Ágnes emlékház, és a nézőinek pedig van szerencsém bejelenteni, hogy hamarosan a Pátria magazinban is indítunk egy rovatot, Cica Vízió névvel, ahol egy-egy epizódot lehet látni a Bálint Ágnesi életműből, és még néhány hasznos információt is megtudhatunk arról, hogy hogyan készültek ezek a bálfilmek, illetve rajzfilmek, illetve maga Bálint Ágnes hogyan dolgozott.